Reznyák Péter kivitelező építész vagyok, családi házakat építünk és ellenőrzünk elfoglalt embereknek, akik nem akarnak a könyves sarkába állni. Ígértem nektek, hogy mutatok olyan építkezéseket, ahol úgy érzem, hogy rendben mennek a dolgok. Egyrészt azért, hogy ilyet is lássatok, másrészt, hogy lássátok, hogy nem egy kekec faszi vagyok, hanem azt szeretném, hogy legalább nagyjából jó dolgok menjenek az építkezésen, és akkor mindenki elégedett. A hátam mögött látjátok, hogy van egy raktárkonténer, egy étkező bódé és egy kis irodakonténer, vállalkozó, a generálos. Gondolt arra is, hogy itt az emberek normális munkakörülmények között tudjanak dolgozni. Pár nappal ezelőtt kezdtek el itt ténykedni, és most már készül itt a hátam mögött a vízszigetelés. Ez nem egy különlegesen kitett vízszigetelés, tehát itt maximum talajpárára számítunk, mert kellőképpen fel van emelve ez a padlósík a környezetéhez képest, de mégis fontos, hogy a talajból pára ne érkezzen az épületbe. Ez az egyik, a másik bizonyára hallottatok a radongázról, Magyarország egy elég radonveszélyes terület, és ezek a bitumenes lemezek alkalmasak arra is, hogy a radongáznak a felszivárgását megakadályozzák. Keresetek rá a neten, különböző betegségeket lehet ettől kapni, de semmiképpen sem egészséges, hogyha radongáz szivárog a lakásba, és ez az egy réteg bitumenes lemez már ezt is megakadályozza. Itt a hátam mögött a srácok keményen nyomatják a bitumenes lemeznek a szigetelését, oda fogunk menni, és meg fogom mutatni, hogy hogyan kell csinálni. Addig itt elmondom, hogy mit kell figyelni, és akkor talán ott jobban látjátok, hogy mi van, mi történik valójában, elég nagy ott a zaj. Tehát gyakorlatilag ennek a bitumenes lemeznek egy 10 centis átfedést kell biztosítani, az itt megvan, és utána szépen ki kell folynia a bitumennek, ilyen gyöngyözően. Ez talán egy picit jobban is ki van folyva a kelleténél, de ez még mindig elviselhető. Nincs megégetve a lemez, nincsenek rajta lábnyomok, amikor beletaposnak. Gyengébb lemezeknél előfordul, hogy nagyon megégetik, beletaposnak, ott megsérül. A széleknél még fent van a zsaluzat, és ezért nem sütötték le az oldalára, de amikor lebontják a zsalut, akkor majd oda fogják sütni a bitumenes lemezt a lábazat szélére. Látszik, hogy megmutatom, hogy itt a szennyvízcsöveknél készítettek egy védőcsövet, és a védőcsőnek fognak neki szigetelni, és utána fogják elkészíteni a védőbetont, és utána itt majd körbe lesz tömítve a haszon cső és a védőcső között. Lehet látni, hogy itt mindenhol barna védőcsövek látszódnak, tehát nem szürke épületbe, belső térbe való csöveket alkalmaznak, hanem a KG-PVC csöveket. Ha véletlenül láttak, amikor a szürke csövet, az a villany vezetéknek készült, majd ahol lesz behúzva. Úgyhogy megnézzük itt a srácokat, hogy hogyan csinálják. Sokkal profibban is csinálni, hogyha mondjuk ez egy talajvíznyomás elleni szigetelés lenne, akkor azért szigorúbbnak kéne lennem, akkor nem elég csak simán kigördögetni a lemezeket, akkor össze kell még külön hengerelni, stb. De én azt mondom, hogy ez egy talajpára elleni szigetelésnek tökéletesen megfelel. Megmutatom, hogy itt hogy néz ki a betonacél áttöréseknél. Itt fel van nyársalva egy bitumenes lemez, és itt, ahol a betonvasak át vannak vezetve, ott még egy kis kent szigetelést fog kapni. De gyakorlatilag, ahogy itt a hátam mögött kinéz,
körülbelül így kell kinéznie, bitumenes neves szigetelésnek, szépen fektet a madár a csíkok, egy brigádnak egy fél napi, három-négy napi munkája volt, szépen megcsinálták, és amiben itt eltérünk a szokásostól, hogy ide fog készülni egy szigetelést védő beton, azért, hogy megvédjük a későbbi technológiától, tudom, ez 5 cm beton, de utána, amikor zsaluzzák a vasbetonfödémet és épül tovább az épület, akkor itt a bitumenes lemez az nem fog megsérülni. Úgyhogy röviden ennyit akartam nektek megmutatni, hogy igen, van jó kivitelezés, és még mutatok nektek valamit, hogy lehet ezt jól is csinálni. Sokat szidják a generálosokat, hogy ilyenek meg olyanok, de itt szerencsére egy nagyon normális generált fogott ki a tulajdonos. Bejövünk ide a bódéba. Kérem szépen, itt vannak a sisakok sorba előkészítve, amint gép jön, beveszik a kollégák. A falon ki van téve az alapozási terv, és a brigádvezető a helyettesével szépen olvassa. Itt vannak szépen összekészítve a szerszámok. Itt van a polc. Szépen minden ide be van pakolva, gyönyörű szép rendbe. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, nagyon boldogan és szívesen jövök ki egy ilyen munkaterületre, ahol azt látom, hogy az előfeltételek megvannak. És a tulaj is boldogan fog fizetni, hogyha a továbbiakban is így fog menni a munka. Kultúrált hangnemben szívesen veszem a véleményeket, mert hogy a vélemény az szabad, de a kultúráltság az viszont kötelező. További szép napot kívánok nektek, én pedig a szaki ellenőr voltam, a gondos és előrántó építkezők barátja. Sziasztok!